sou unicórnio. Me van. Unicori. Um pedacinho, Eloy. Unicori, essa ou uma pedra. Ai, ai, ai. Mi. E não se rompe. Me van. Eu por isto. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. На. Ми. На. Valamit oda fel is dobta, ugye, majd meg leégette az egész fát. Ez komoly. Amikor disznóvágáson megkínálnak, a család legfinomabb pálinkájával, de nem akarod őket megsérteni. Mit tudod? Nagyon fincsi, nagyon jó. Mit tudod? De bement. Na. Megy a állatmentés. Really? Nah. Elég hülye. Azt az anyám úristenit, hogy megörült a kutya. Hey, buddy, puf. Ment elkapni a medvét. Milyen számodra az ideális szex? Az az igazi, amikor ott van az egész család. Mi nálunk a raboknál a földön vagyunk. Én válogatós vagyok. Ilyenkor legjobban nézni szeretem, a gyerekek is besegítenek. Mindent beveszünk, egész konyhakoszos lesz. Én az a tunkolós fajta vagyok. Mindig ott van a macska is. Az a lényeg, hogy ne én csináljam. Egész héten egyedül küszködök, kényeztessenek. Kéreget, hunyizik. Aztán szoktam neki is adni egy kicsit azért, de csak így sutyi van az asztal alatt. Hát hogyha anya is ott van, az a legjobb, mert amit ő tud művelni, az egyszerűen eszméletlen. Csamúj meg így eljátszogat vele egy kicsit aztán. Bár most mamám kérjött pár alkalmat, mert nem volt fogadva most, amióta újra van tud haladni. Nem, erről amúgy most már tényleg én is kezdek leszokni, mert a múltkor is félre nyelte a bőrt. Minden kézzel, tényleg minden kézzel. Azt szeretem, amikor könnyékig szaftos vagyok, tényleg. 2-3 óra hosszáig tart, és a végére mindenki tele lesz. Nyáron megkülünk a teraszt a családdal, a szomszédok meg irigykedve néznek, hogy milyen jól érezzük. Szeretem a hétvégét. Úristen, te beteg állat! Jaj! Kién? Nem tudom, halljátok-e, a felettem lévők körülbelül egy éve újítanak egy lakást. Lassan egyébként lehet, hogy fel fogok menni, azt megkérdezem, hogy kellene nekik segíteni. Ha kell, szóljanak. Jézusom! De visszaszáll a izére a gödeszkára. Oh my god, that was a big one. You're right. Wait, listen. Derek. A nagy lófasz. Oh haver, valami fogadom. Oh.
Jó étvágyat kívánok! Az a szám! Mi történik? Egyenlőleg. Levágta a lényeget. Hova szaladsz? Megkergeted őket? Az anyám úristen is. De ügyes. Az ügyel. És be is tereli őket most, így, ennyi? Ez igen. Ez igen. De ügyes. Teszem meg el. Na, kitakarítják a tavat. De mi kis falunkban, mi? Harcsák? Elbújtak benne a harcsák? Azt a mindenit neki. Menj már, mennyi? Mi? Jézusom, ott teleltek. Az komoly. Oh my pony motape! Mindenkinek ilyen har- sült harcsa lesz este, mi? De kolja, te vas aján kolja! Rdi kolja! Szép van is. Nem sem. Sziasztok, én Fokas Danismájó vagyok. Szia! És ilyen láthatós is, amit teszek. Hát jó étvágyat kívánok! Jól is néz ki. Ez mi? Berugott az este? Úristen! Ne! Mi a franc? Meee! Meee! Csáva csapkod! Jaj, két egyenlő. Hey, hey, calm down. Where do you want to go? My home. I need to go home. Yes. I need to go there. Okay, okay. But where? Out. I'm traveling around. We understand that. How do you want to get there? I don't know. I'm asking him. You cannot go there because there's a... But it's my home. I have the right to go home. My home. I know. I understand that. How can I go there? Okay, so... Figyelj, hogy meg neki, hogy arra egyébként, mert ott menjen a picsába.
So you can go straight there, and that's about it. Kérem, nem megy a kamera. Szerintem nem megy. Szerintem nem. Jó. De a YouTube most az jön. Itt most megmondom neked, hogy nem teheted. Yeah. Itt most mondom, nem tehetek. Azt mondják neki, hogy arra... Győzi, az azért egy, hát ugye mindenki látta, és sokan tagadják, hogy nézték, de mindenki nézte a Győzike Show-t. Azért az brutális lehetett egy család azért életében, hogy egyszer csak megjelenik egy stáb, napi benne szinten forgatnak, és minden, tehát nyilván ott valamit, biztos, hogy valamit meg is játszottatok, de azért ott valós konfliktusok voltak. Mit röhögsz? Hát most már ki lehet mondani, hogy sose volt valós konfliktus. Semmi? Dehogy volt. De azt mondtad, amikor elküldted a francba, az nem de volt valós. Dehogy, én szerinted olyan vagyok, ismersz engem. Nem, én imádod a feleséged, hát de hogy, gyerekek, most már kigondolom ennyi év után, azért 2005-ben kezdtük, és most már a titoktartási letelt. Egyetlen egy adás volt komoly, amikor a kutya meghalt, a többi mind megrendezett volt rendező által, általam kreált, megrendezett adások voltak. Eszünkbe nem jutott. Téged meg lehet rendezni? Engem igen. De te akkor baromi jól hozod. Én nagyon, én akkor nagyon-nagyon jól csináltuk, mert azért 59,9% volt az RTL-nek a nézettsége hétfő este. Azért akkor mindenkit vertünk, és amikor mi eldöntöttük azt, hogy mi elválunk a BEA-val, akkor én már tudtam azt, hogy ezt felfűzzük arra, hogy esküvő lesz a vége. Beszereztem a szponzorokat, lakodalom, ruha, anyag. Mi már tudtuk tudatosan azt, hogyha mi elválunk, akkor ebből mi lesz a haszon, és mi lesz a nézettség. Amikor én BEA-val összevesztem, és elköltöztem Cseperre NK barátomhoz, akkor ez már ki volt találva, le volt szervezve. Amikor... Mit akkor tudom, az, hogy becsajoztál, az is kamu volt? Ott megrendeltük a lányokat egy oldalról, és forgattunk velük. Egy oldalról. És igen, oldalról. Meg kéne szerepelni. És akkor azt mondja, jaj, de jó, akkor legalább többet kérek most már. És nem, az egész egy megrendezett műsor volt, hála jó Isten, ennek nézték, az emberek szerették, most már eltelt egy bizonyos idő, 17 év. Oh. De meg nem állt volna Ferrariával. Twingónak nincs is szinte semmi baja. Néni kiszáll. Jó cundista! Jó cundista! Te is? Te is? Ez mi a franc? Jó cundista! Jó cundista! Te is? Köszi! Azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a videónak itt vége. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy újra velem tartottatok, sajnálom, de a szomszéd úgy döntött, hogy bele trollkodik a videófelvitelbe, úgyhogy itt most meg is állunk, folytatjuk tovább. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsd el megosztani a barátaiddal sem. Jövünk legközelebb, és szavaztok. Ciao.